Tisztelettel köszöntöm én is kedves vendégeinket és a klubtársaimat. Hát most nem verset mondok, most imád. Az idős ember imáját. Uram, vigyázz rám, hogy öregkoromban is szerethető legyek. Fékezd meg túl buzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jó szándékú segíteni akarástól, amellyel mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat. Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodom. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Életemben sok bölcsességet halmoztam fel életemben, és nagyon sajnálom, hogyha talán ezt nem tudom másoknak továbbítani. Beletörődöm ebbe, Uram. De ugye megérted azt a kérésemet, hogy öreg koromra is legalább néhány barátom maradjon. Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről. Ezek évről évre növekednek, és velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy mindig ezekről beszéljek. Nem merem azt a nagy kegyelmi ajándékot kérni tőle, hogy őszinte együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségéről szóló folyamatos panaszkodását. De legalább arra adja őt, hogy türelmesen végighallgassam őt. Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékező képességemet erősíts meg olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, adj nekem több szerénységet, kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra az esetre mások másképpen emlékeznek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedtek. Taníts meg arra, hogy előítéletektől és érítségtől mentesen el tudjam fedezni az utánam következő nemzedékek igazán. Ajándékozz nekem azt a bölcs szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról. Töltsd be úgy a te szereteteddel, hogy vénségemen is szívesen szóba álljanak velem az ember. Tudom, nem vagyok szent, de azt is tudom, hogy az öreg ember örökös zsörtölődése az ördög munkájának a csúcs teljesítménye. Engedd, hogy Jeremiással együtt mondhassam, hogy látták szemeim a tőled küldött üdvözítőt. És amikor bölcs szereteted úgy látja, hogy elérkezett az én időm,
akkor át is ölelhesselek téged. Amen.